egyrészt Szedléd város önkormányzatának nevében ezt a picike kis szerénységet szeretném átnyújtani. Jó, mutassuk meg a tévének is, hogy milyen ruganyosan tetszik tudni föl pattanni érte, Isten értesse sokáig. Ez egy pici virág Takás polgármester úr nevében, aki sajnos most külföldön van és nem tud jelen lenni. De sok szeretettel öleli az Ilonka néni. Családja és a város önkormányzata kívánt jó egészséget és boldogságot Ilonka néninek a 90. születésnapja alkalmából. A szépkorú asszony egészsége jól szolgál, kórházba se nagyon volt még. Orvos se néz erre se, igaz? Nem, helyes. Hát egy még... Úgyhogy én kórházamban még nem ilyen voltam. Nagyon helyes. Szerető család veszi körül, két gyermeke, 6 unokája, 5 dédunokája és 1 unokája segít, amikor szükséges. Ilonka néni rendszeresen eljár a nyugdíjas klubba is. Egyébként a 90 éves asszony mindent egyedül elvégez. A kertben dolgozik, süt, főz, takarít mind a mai napig. Ilonka néni szórta át, igaz ez? Hát meg kell őrülni. Hát itt még már tavaly is még egy magam csináltam, Idén is ültetett borsót, sárgarépát és még különféle zöldségeket is, melyeket a konyhában hasznosít majd. Ilonka néni egész életében a földeken dolgozott. Állandóan én csak a földmunkába. Én csak így szöllő munkába meg, kinn a szabadban eddig is én nem mentem sehova bérmán cselédnek vagy ennek annak, hanem se szolgálni nem szerettem, én csak a szabadba kint dolgozni. Ilonka néni örömmel fogadta az ajándékokat és a születésnapi tortát is, két gyermekével ünnepelt együtt. És ilyen csinos volt.